Sörös hordók a Kárászi Pálinka főzdében. Párlat készül ezek tartalmából, ami új termékként kerülhet a piacra, tudtuk meg a kisüzem tulajdonosától. A helyi legnagyobb sörgyár keresett meg minket már tavaly a Covid idején, hogy ilyen közeli lejáratú sörökből készítsünk nekik párlatot. Úgy tűnik, hogy ez működött, tetszett nekik, amit tavaly előállítottunk, mert idén is elég nagy mennyiséget készítettünk nekik. Ha jól tudom, a tervük az, hogy ők ezt fahordókban fogják érlelik, és aztán fogják majd a piacra dobni sörpárlatként majd. A párlat 65 fokos, így kerül fahordókba. Itt még érlelik 4 évig. Utána palackozza majd a gyár az italt. Azt azonban még nem tudni, hogy a kikerülő terméket végül hány fokosra állítják be. De mindenképpen egy különleges sörpárlattal találkozhatnak majd a fogyasztók, mondja a főzde tulajdonosa.